Ők 30-an az erdélyi Sóváradról lassan egy hete Sátorolja Újhely vendégei. Ma a város egyik luxusszállodája tulajdonosa látta vendégül őket és kísérőiket. A rövid bemutatkozás és ajándékozás, majd a frissítők után a gyerekek birtokba vették a szállodát. Ebben a négy csillagos szállodában egy olyan életbe csöppentek bele ezek a gyermekek, amelyekre szintén otthon nincs lehetőségük. Kicsi betekintést nyerhettek itt az itteni életbe, a vendégszeretetbe, és minden elemét használhatták ennek a szállodának, a szolgáltatásainak. A bowlingpálya, a finom édesség, a kis desszert, amit kaptak a gyerekek, a vízfelületeket is díjmentesen használhatták. És én azt gondolom, hogy minden elismerés és nagy-nagy köszönet illeti a Sátorolja Újhelyi vállalkozókat. Én Sátorújhelyi polgára vagyok. Egy Sátorújhelyi polgárának úgy kell viselkednie, hogy vendégszeretőnek kell lenni, vendégtisztelőnek. Én ezt tanultam, én már megváltozni nem fogok, és nem is akarok. Tehát minden tisztelet a vendégeké, az övéké is. A sóváradi gyerekek és kísérőik nagy lelkesedéssel beszéltek eddigi programjaikról. Nagyon jól éreztem magamat, a legjobban talán a cserkésztábor tetszett, és a kalandpark, a bobozás. Nekem minden tetszett, a bobpálya talán egy picit jobban többiek közül, de minden nagyon szép volt. Kalandparkban a bob, a libegős, még a cserkésztábor. Nagyon tetszett minden, minden nagyon jó volt, nem unatkoztunk soha. Mi tetszett a legjobban neked? A cserkésztábor és az úszoda. Kalandparkban is voltál? Igen, az is. Nagyon meg voltunk elégedve, és úgy gondolom, hogy tényleg, hogy Sátorolja jó, a Zemplén fővárosnak lehet tekinteni. Tehát úgy szolgáltatásokban, meg a vendégszeretetében, amiben részesültünk, hát gondolom, hogy nagyon színvonalas volt, és felejthetetlen élményekkel fogunk hazatérni majd Sóváradra. A Sátorolja Újhelyi vendéglátójuktól azt is megtudtuk, hogy szerencsére Ignác András vállalkozón kívül mások is gazdagították önzetlenül a gyerekek egész heti programját. Ehhez csatlakozott természetesen Sátorolja Újhelyváros önkormányzata, hiszen az a jótékonysági est, amely az elmúlt év decemberében volt, az önkormányzat és civil szervezet támogatásával jött létre. Ez a civil szervezet az a Zempléni Fiatalok Egyesülete, de itt kell említést tennem Huszár Lajos úrról, ugye a Hotel Honor tulajdonosáról, vezetőjéről, aki mindig nagy gonddal és mindig nagy szeretettel fordul a székely vendégek felé. Mi nagyon-nagyon sokat tanulhatunk tőlük, és hogy úgymond felszívódunk az ő optimizmusokon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon előrevívő, hogyha a magyarság úgy, ahogy van, összetartozik, hiszen a Jóistenünket egynek teremtett. A sóváradi gyerekek ma egy búcsúest keretében köszönnek el vendéglátójuktól, és szombat délelőtt indulnak vissza Erdélybe. Köszönöm!